Irány a tengerpart. Pahó pátó. Pahó pokolyó. Pahó. Ó, a postás. Hozott egy képeslapot. Vajon ki küldte? Eli, a tengerparton van. Csodás! De jó lenne elmenni a tengerpartra. Csinálok! Tengerpartot, pokolyó. Akkor kell majd lapát. Lapát. Vödör. Vödör. Napszemüveg. Napszemüveg. És homokvár. Homokvár. Jól van. Csináljunk tengerpartot. Pató professzor. Osztály, figyelem! Pátó professzor azt mondja... Ez egy tengerpart. És ez a nap. A nap. A tengerparton napernyőt használunk a nap káros sugarai ellen. Kellemes a napernyő alatt hűsölni. Szundi madárka, most te jössz. Megmondanátok Szundi madárkának, mi ez? Napernyő! Ez egy napernyő! Úgy látszik, a haragos űrlény mondani akar valamit. Napernyő! Nagyszerű, mindannyian tanultunk valamit a tengerpartról. Köszönjük, Pátó professzor! Pátó professzor előadását hallottátok. Úgy látom, ti már indulásra készen álltok. Megmondanátok nekem, mi ez? Lapát! Úgy bizony, lapát. És ez mi? Vödör! Igen, ez vödör. De még valamire szükségetek lesz, fiúk. Megmondanátok, mi az? Napszemüveg! Nagyszerű! Most már indulhattok a partra. Újra itt a postás. Tyű, még egy képeslap. Eli épített egy hatalmas homokvárat. Hogy fogtok homokvárat építeni? Kitalálom. Állatos összekötősdi. Ahó, pokolyó. Á, értem, most csak a képre figyelsz. Tudod, mi ez? Kössük össze a pontokat, hogy kész legyen a rajz. Na és most, pokolyó, most már tudod, milyen állat ez? Nem? Akkor kössünk össze még több pontot. Most már tudod, milyen állat ez, pokolyó? Megmondanátok pokolyónak, mi ez? Egy majom! Egy majom! Majom! Majom, úgy bizony. Találtatok homokot, és milyen gyönyörű homokvár! Homokvár! Eli megjött! Megmondanátok Elinek, mit csinált pokolyó és pátó? Tengerpartot! Csináltak egy tengerpartot! Mik ezek? Kagylók!
tengeri kagylók. Jaj, de jó. Pápá, nem sokára találkozunk. Énekeljünk. Let's go to the beach. Let's play in the sun with our sunglasses on. Let's open the umbrella and play with the spade and the bucket. Let's make a sandcastle, yeah. Tengerpart! Napszemüveg! Napernyő! Ásó! Vödör! Homokvár! Let's go to the beach, let's play in the sun with our sunglasses on. Let's open the umbrella and play with the spade and the bucket, yeah. Pátóval. Ha-hó Pokolyó, ha-hó Eli. Ha-hó. Vajon ki lehet az? Pató! Ajaj, Pató azt mondja elutazik, de otthon felejtette a bőröngyét. Pátó azt mondja, hogy nagyon-nagyon nagy szüksége volna a bőröngyére. Elviszem! Remélem elérik a gépet. Pokolyó meséi. Ha-hó Pokolyó! Mi az? Mese! Úgy tűnik, Pokolyó talált nektek egy mesét. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy hangya, aki elment a tengerpartra. Szeretem a tengert! Repülőre ült. Aztán hajóra. Aztán motorra. De amint odaért, hiányozni kezdett neki a barátja. Olyan magányos vagyok. Ezért felhívta a barátját, a dinoszauruszt. Játszol velem! Így hát a dinoszaurusz repülőre ült, aztán hajóra, aztán motorra. Mikor aztán megérkezett a tengerpartra, csúda jól érezték magukat a hangyával. Vége! Ugye nehéz bőröndel a kézben sietni? Nagyszerű ötlet, Pokolyó! Busz! Busszal is mehettek. Megmondanátok Pokolyónak, mi az? Ez a busz! A busz! Úgy bizony, ez a busz. Így sokkal gyorsabban odaértek a repülőhöz. Nagyszerű ötlet, Eli. Mehettek vonattal. Megmondanátok Pokolyónak és Elinek, hogy mi ez?
Ez a vonat. Számolós D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ideje ebédelni egy jó. Úgy látom, Pató már tudja, mit rendel. 3 szendvicset. Nagyszerű. 3 szendvics. Ajaj, akkor mit szólnál mondjuk inkább 3 almához? 3 alma. 3 alma. Jaj, szegény Pátó! Megmondanátok Pátónak, hány szív van itt? 3 szív! Úgy bizony, 3. Repülünk! Úgy látszik, Pátó még mindig várja a bőröngyét. Tű, megérkezett éppen idejében. Napszemüveg? Ajaj, Eli mérges. Utazott buszon, aztán vonaton, rohant a repülőhöz, hogy elhozza a napszemüvegedet. Pátó azt mondja, hogy ne haragudjatok. Nézd, ti is vele utazhattok. Utazni csuda jó, de barátokkal utazni még jobb. Énekeljünk! Utazás! If you travel on a bus, if you travel on a train, if you fly on an aeroplane, repülő! Always take your suitcase, bőrön! Azt hozd el! Utazás! If you travel on a bus, if you travel on a train, if you fly on a kulcsa. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ha! Mit játszunk ma, Pokolyó? Igen, én is látom, Pokolyó. Valami fényes. Nem biztos, hogy Pokolyó tudja, hogy mi ez. Meg tudja mondani valaki Pokolyónak, hogy mi ez? Egy kulcs! Kulcs! Úgy bizony, egy kulcs. És ki tudja, milyen meglepetéseket nyit meg. Hű, de izgalmas! Igen, és ha nem tudnám, hogy ez lehetetlen, azt mondanám, ez olyan kulcs, ami annak idején a régi kalózok kincses ládáit nyitotta.
Kincs. Kincs. Kincs, 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 kincs. Kincs, 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 kincs. Ez csodálatos. Úgy néz ki. Ez egy kulcslyuk pokolyó. Kincs. Próbáld ki. Hát azt nem tudom, hogy itt kincs van-e. De én még ilyet életemben nem láttam. Ha-ha! Kincs? Kincs! Kincs? Hát itt kincs nincs. Ne haragudj, hogy felébresztettünk, Szundi madár. Kulcs! Kincs! Kincs! Kulcs! Kincs! 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 Tűha! Egy újabb kulcsjuk! Nem is tudtam, hogy van pincénk. Kincs! 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 Kincs, 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 kincs. Meglep, hogy látsz minket, Pato. Kis Pato. Kincs, kincs. Tűha, egy lift, de izgalmas. Rajta, próbáld ki. Most a tenger fenekén vannak. Úgy látszik, ennél messzebbre nem juthattok. Nem hiszem el. Nézzétek! Kincs! Tűha! Lehet, hogy tényleg az. Azok után, amit ma láttam, én már semmin sem lepődöm meg. Rajta, pokolyó, nyisd ki! Vajon mi van benne? Édesség? Játékok? Mi lehet a kincs? Mi az? Mi van benne? Oda mennétek? Megnéznétek és elmondanátok nekem, mi van a kincses ládában? Egy csomagulcs! Kincs! Ez a lehető legjobb kincs, nem igaz? Hisz mennyit mókáztunk ma? Csak nyitogassátok továbbra is az ajtókat, kérdezzetek, és fedezzétek fel a világot. Mindennek ez a kulcsa.
Éljen Pokolyó! Pápá, nem sokára találkozunk. Hozd vissza! Pokolyó és Lula ma a tengerpartra megy. Ahó, Pokolyó! És ahó, Lula! Ha-ha! Bizonyám, jó lesz a parton! Visznek magukkal elemózsiát, napernyőt és... Pokolyó, hová mész? A part nem arra van. Ah, remek ötlet, Pokolyó. Egy labda. Kerek, narancssárga kis labda. Milyen jó, hogy ezt is magatokkal viszitek. Kerek? Igen. Kerek, mint a kör. Nagyszerű, Pokolyó. Az biztos, hogy Lula örömmel játszik majd labdadobálóst a homokban. Most akkor ideje... Pokolyó, a part... az sem a jó irány. Ajjaj. Hát itt vagy. Na most hol van az a labda? Te látod, Pokolyó? Melyik az? Meg tudjátok mondani Pokolyónak, hogy melyik az ő labdája? A kerek! Az a kerek! Kerek? Úgy bizony, Pokolyó. A labdád az a kerek. És most mehetünk a partra. Úgy látszik, Pátó barátunk jól érzi magát. Nagyon szép, Pátó, de vigyázz! Ez nem sokon múlott, Pátó. Ajaj, Lula épp erre rohan. Jaj, szegény Pátó, mennyit dolgozott vele. Pátó, szerintem Pokolyó labdája valahol ott van. Tudná segíteni? Kerek? Igen, Pátónak igaza van. Itt mindegyik kerek. De a labdád nem csak kerek volt, Pokolyó, hanem... Meg tudjátok mondani Pokolyónak, hogy melyik az ő labdája? Az a narancssárga! Narancssárga. Tyűha! Lula is észrevette. Jaj, ne, már megint! Úgy sajnálom, Pátó.
zsonglőrködsz? De ügyes vagy! Vigyázz! Ajjaj! Ahu, Eli! Eli! Ez egy kicsit nehezebbnek tűnik, ugye? Szerintem mondd el Elinek, hogy milyen a labdád. Kerek, narancssárga. Nem, ez nem az. Mit is mondtunk még a labdáról? Kerek, narancssárga és... Segítenétek Pokolyónak kitalálni, hogy melyik az? Az a kicsike! Labda! Okosak vagytok! Most, hogy megvan a labdád, elindulhatunk végre a partra. A part! Ó, már látom is. Hát végre eljutottunk ide. Éljen Pokolyó! Végül is Pokolyónak csoda jó napja lett. És ami azt illeti, nekem is. Pápa! Pápa, nem sokára találkozunk. Menj innen, Lula! Ha-ho, Pat... Eli, ha-ho, láttad Patót? Úgy tűnt, mintha... mi folyik itt? Mi ütött belétek? Egy, kettő... Ha-ho, Pokolyó! Három... Ha-ho! Mi a csodát csinálnak ezek? Játszunk! Játszotok? Hogy kell játszani ezt a játékot? Kukucs! Értem. Bujócskáztok. De jó. Folytassátok csak, Pokolyó. Egy, kettő. Jó búvóhely, Pató. Csak éppen ez már elég. 5, 6, 7, 8. Gyorsan, keres egy másik helyet. Valentina? Valentina, ugye tudod, hogy el kell bújnod? 9, 10, 11, 12. Aha, Szundi madárfészke. Remek búvóhely. Tizennyolc, tizenkilenc, húsz. Megyek! Aki bújt, aki nem, megyünk! Valentina! Megtaláltad! Legközelebb ügyesebb leszel, Valentina. De Pokolyó, Lula nem is játszott. Ő nem bújt el. Úgy látszik, Lula talált valamit. Eli, Pokolyó a legjobb. Oh!
megyek. Lula, Szundi madárka arra kér, hogy maradj csendben. Szeretne elbújni. Szundi madárka. Íme a nagy kereső bajnok. Jól elbújtatok mindannyian, de szuper szimattal hiába is versenyeznétek. Ügyes kislány vagy. Lány. Pokolyó a bajnok. De Pokolyó, el kell ismerned, hogy Lula rengeteget segített. Menj innen! Eli tudni szeretné, hogy miért csináltad ezt, Pokolyó. Tudod, nem valami szép, hogy így elzavartad Lulát. Pokolyó, keresd! Nagyszerű ötlet, keresd meg Lulát! Láttok bármit is, ami segíthet Pokolyónak megtalálni Lulát? A lábnyomok! Kövesd a lábnyomokat! Igen, erre ment, az biztos. De vajon hová? Tű, a zummantó! Hát persze, remek ötlet, Pokolyó! Igen, lábnyomok. Lula! Valentina? De hol lehet Lula? Te jó ég, a labda. Jaj, ez borzasztó. Szegény Lula. Sehol sem találjuk. Meg tudja mondani valaki Pokolyónak, hogy hol van Lula? Melletted! Ott van! Megtaláltunk! Lula! Éljen Pokolyó! És az, hogy mindig megtaláljuk a barátainkat. Pápá, nem sokára találkozunk. Pato a víz alatt. Ahó, Pokolyó! Ahó! Ahó, Eli! Ahó, Pato! Mi ez a hang? Ah, értem már. Pato beállította a vekkerét. Ez furcsa. Csomagolsz. Hová utazol, Pato? Meglátogatod a barátaidat, Polipot és Bánát a víz alatt. De jó lesz! Remek ötlet! Szükséged lesz ezekre ott, ahová mész. Azon gondolkodtok, mire készül Pato, igaz? Megmondjátok Pokolyónak és Elinek, hová megy Pato?
bálnát és polipot. Megy a víz alá. Szia, Pató! Jó mulatást! Játszani a víz alatt a barátokkal. Mi lehet ennél jobb móka? Mi ez? Egy labda! Remek! Labdázni fogtok! Elég nehéz a víz alatt labdázni. Ajjaj, elsodródnak a játékaid. Most mivel fogsz játszani? Ah, a trombitád. Na, ez jó mulatság lesz. Oh. Úgy látszik, a trombita és a víz nem szeretik egymást. Na, ez biztos élvezni fogod. Itt egy képregény. Elázott. Pató! Jaj, a víz alatt még toporzékolni sem lehet olyan tüzesen. Félek, hogy Pató nem érzi olyan jól magát, mint várta. Ha, egy finom étel minden bajt elfeledtet, igaz? Hát az biztos, hogy ez az étel nagyon érdekes. Kínáros spagetti? Ugye? Pató arra kíváncsi, kértek-e belőle? Nem, nem, én sem kérek, köszönöm, most ettem nemrég. Valahogy le kéne gyűrnöd, Pátó. Ügyes vagy, Pátó. Ajjaj, csak nem mész már is, Pátó. Mert egyik játékoddal sem tudtál játszani, és a kaja sem ízlett. Honvágyad van? Úgy látom, bálna elvisz egy körre, mielőtt elindulnál. Csak hogy megmutassa, milyen vidám a víz alatti élet. Ho-ho-ho. Hi-hi-hi. Ez azért elég jó móka, nem igaz? Bálna még valamit szeretne megmutatni, mielőtt elmész, Pató. Egy buborék. Nézd csak! Itt is lehet labdázni, mint otthon. Mik ezek? Szivacsok. Szivacs trambulin, de jó. Úgy látszik, Pátó nagyon jól mulat. Szerintetek végül is élvezi a víz alatti életet? Igen, élvezi nagyon is. Jó buli. Mi ez? Egy óriási kagyló? Vajon mi van benne? Helyem!
Pokolyó és Eli, éljenek az új dolgok, és hogy megbarátkozzunk velük. És éljenek a halhaverok. Pápa, nem sokára találkozunk. Horgász Pokolyóval. Hahó, Pokolyó! Hahó, pád... Bocsánat! Hahó! Mit kerestek a csónakban? Hal! Á, értem már, horgásztok! Háló! Hálótok is van! És horgászbototok is! Valentina pedig segíteni fog. Remek! Most már csak várnunk kell. Batu, professzor! Osztály, figyelem! Batu professzor azt mondja... Ez egy hajó. Hajó. Ez egy csónak. Csónak. És ez egy világító torony. Világító torony. Szundi madárka, megmondanád, mi ez? Megmondanátok Szundi madárkának, hogy mi ez? Világító torony! Szerintem a haragos űrlény mondani szeretne valamit. Világító torony! Nagyszerű! Ma hajókról, csónakokról, világító tornyokról tanultunk. Köszönjük, Batu professzor! Batu professzor előadását hallottátok. Megmondanátok Valentinának, mi ez? Hal! Ez egy hal! Úgy bizony, ez egy hal. Megmondanátok a halnak, hogy mi ez? Háló! Horgászháló! Megmondanátok a halnak, mi ez? Horgászbot! Ez egy horgászbot! Nézzétek! Batu fogott valamit! Batu, Batu, hol? Egy csizma? Egy autógumi? Horgászni cseppet sem könnyű. Számolósdi! Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz. Ideje ebédelni egy jó. Úgy látom, Batu már tudja, mit rendel. 10 epret. Nagyszerű. 10 eper. Ajaj.
Akkor mit szólnál inkább 10 borsóhoz? 10 borsó. 10 borsó. Szegény Pató. Megmondanátok Pátónak, hogy hány szív van itt? 10 szív. Úgy bizony. 10. Ajaj, nem fogtatok valami sok halat? Tű, ez nagyon nagy! Sőt, hatalmas! Jaj, Pátó és Pokolyó, ugye igazából nem haragszotok? Végül is jó vicc volt, nem? Éljen a horgászás, és éljenek az új barátok! Énekeljünk! I'm in a boat, I am fishing with my fishing rod. Catch a fish, I am using my net. Using my net. Orgasbot! Hallo! Hall! Hajó! Csóna! Világítótora! I'm in a boat, I am fishing with my fishing rod. Catch a fish, I am using my net. Using my net. Pokolyó! Dupla buborék. Itt van Lula. Ahó, Lula. Hé, vajon mit figyel ennyire? Nagyon izgatott. Tű, nézzétek, egy buborék! Hát ezt várta Lula annyira. Vigyázz, Lula, nehogy... kipukkazd. Ajaj. Tudod, Lula, a buborékok könnyen kipukkadnak. Fölötted van, Lula, gyorsan! Tudod, ott, ahol buborék van, kell, hogy legyen egy buborékfújó is. Ti tudjátok-e, hogy ki fújja a buborékokat? Pokolyó! Úgy bizony. Nézzétek, ez Pokolyó, és Eli is itt van. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ho, Eli! Ha-ha! Szóval te fújtad a buborékokat. Buborék! Megmutatnád, hogy csináltad, Pokolyó? Igen, szóval beleteszed a pálcát a folyadékba, és utána fújsz egyet, hogy buborék legyen. Ez remek! Buborék! Most Eli is szeretne buborékot fújni. Ó, ugye gyönyörűek ezek a buborékok. Hűha, micsoda óriás buborék! Ügyes vagy, Eli!
buborék. Ha-ha! Oda nézzetek! Hé, egy pillanat, mit csináltok? Ajjaj. Pedig annyira jól éreztük magunkat. Nézzétek szegény Lulát. Ő folytatná a buborék vadászatot. Pokolyó, kérlek, fúj pár buborékot Lulának. Nincs buborék. Hát akkor te, Eli. Csak egy buborékot. Lulának. Szerintem Lulának hiányoznak a buborékok. Kár, hogy nincs több buborék, igaz? Hiába. Pokolyó sem tud Lulának buborékot fújni, és Eli sem. Na, nézzük csak. Pokolyó folyadék nélkül nem tud buborékot fújni. De Eli sem tud, a pálca nélkül. Segítenétek Pokolyónak és Elinek? Mit csináljanak, hogy újra tudjanak buborékot fújni? Közösen! Együtt használják! Együtt? Tű, ez igazán remek ötlet. Na, így már mindjárt más. Buborék! Eli és Pokolyó, ügyesek vagytok. Közösen használjátok a buborék fújót, és együtt fújtok buborékokat Lulának. Szerintem úgy jobb játszani, ha megosztozol a játékaidon a barátaiddal. Kérdezz csak meg Lulát! Éljen Pokolyó, és Eli, és Lula! Pápa, nem sokára találkozunk. Gyerünk, Pokolyó! Kempingezés. Mi folyik itt? Ez egy sátor, egy hálózsák és egy függőágy? Kemping! Ja, értem, kempingeztek. Nagyszerű. Elemlámpa. Jó ötlet. Hamarosan este lesz. Elinek is van elemlámpája. Pato, hoztál elemlámpát? Mit gondoltok, ez elemlámpa? Nem, ez egy virág. Virág. Ez egy virág. Ez elemlámpa? Nem, ez egy gumikacsa. Az micsoda? Elemlámpa. Úgy bizony, elemlámpa. Ügyes vagy, Pátó. Ajjaj. Csendes pihenő Szundi madárral. Függőágy. Függőágy! Függőágy!
sátor? Ajjaj. Sátor! Egy hálózsák. Pokolyó csak játszott. Jó ét! Atya ég! Ez nagyon ijesztő, Pato! Pokolyó! Megijesztettél! Ez aztán rémisztő. Ideje ágyba bújni. Ajaj, mi volt ez? Pokolyó, Pato hallott valami rémisztő hangot. Már megint? Ne féljetek, szerintem nincs ott semmi. Számolósdi! Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz! Ideje ebédelni egy jó. Úgy látom, Pato már tudja, mit rendel. Két banánt. Nagyszerű. Két banánt. Ajaj. Akkor mit szólnál inkább? Két ananászhoz. Két ananász. Jaj, szegény Pato. Megmondanátok Patónak, hány szív van itt? Kettő, két szív. Úgy bizony, kettő. Végre reggel van. Jaj! Megint hallom azt a hangot. Megmondanátok a barátainknak, honnan jön a hang? A fáról! A fáról jön! Hiszen ez csak szundi madár, aki csöppet sem rémisztő. Hát, ideje összecsomagolnunk. Hosszú éjszaka volt. Énekeljünk! Kaland. Ajjaj, kalózzászló.
A barátaink valahogy megváltoztak. Van egy távcsövük, Pokolyónak van egy szemkendője, térkép. És van egy térképük. Értem már! Kalózok! Kincses láda! Kalózok, akik a kincses ládát keresik. Tyű, ezek pirányák! Légy óvatos, Pokolyó kalóz! Pokolyó meséi. Ahó, Pokolyó! Mi az? Mese! Úgy tűnik, Pokolyó talált nektek egy mesét. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy dinoszaurusz, aki el akart menni a szigetre. Hajóra szállt. De a hajó süllyedni kezdett. Ezért csónakba szállt. De akkor meg a csónak kezdett süllyedni. Így aztán úszni kezdett. Amikor elért a szigetre, felhívta a barátját, a hangyát. Megkérte a hangyát, hogy ő is menjen el a szigetre. Ezért a hangya hajóra szállt. De a hajó süllyedni kezdett. Ezért a hangya csónakba szállt. De a csónak is süllyedni kezdett. Így aztán a hangya úszni kezdett. Amikor a hangya elért a szigetre, gyönyörű homokvárat építettek, és remekül mulattak. Vége! Kalózaink még mindig keresik a kincset. Szerintem Pató lát valamit. Megmondanátok Pokolyónak, mit lát Pató? A kincses ládát! A kincses ládát látja! Megmondanátok Pokolyónak, hogy Pató mivel látta meg a kincses ládát? Távcsővel! Távcsővel látta meg! Mit látsz, Pokolyó? Kincses ládát! Az meg mi? Szörnyeteg! A kincses ládát egy szörnyeteg őrzi. Hogy fogják a kalózaink megszerezni a kincset? Színkerék! Üdvözlök mindenkit a játékban! A mai színünk a... narancssárga! Keressetek valami narancssárgát! Valami narancssárgát! Lássuk, mit találtok! Jól van, hadd nézzem a képeiteket! Egy narancssárga sátor, egy narancssárga zászló, egy narancssárga építőkocka. Jó, keressetek még narancssárga dolgokat. Egy sárga répa, igen, ez narancssárga. Egy narancssárga kulcs, nagyszerű. És ez, tudjátok mi ez? Egy narancssárga űrlény. Egy narancssárga űrlény, nagyon jó. Éljen a narancssárga! Hurrá! Kalózaink partot értek! Júj, a pirányák is jönnek. Ó, ajaj! Kincses láda! Jaj, ne! Felébredt a szörnyeteg! Fuss, Pokolyó, fuss! És jönnek a pirányák! Fuss, Pató, fuss! Ajjaj! Na, nyisd ki a kincses ládát! Hűha! Megmondanátok, mi ez?
Egy másik térkép. Újabb kincsvadászat. Jó utat, Pokolyó! Énekeljünk! We are the great little pirates. We have a map and a telescope. We are the great little pirates. We're sailing the sea with our pirate flag. We are the pirates in search of a treasure chest. We have a map that tells where it is. We are the pirates in search of a treasure chest, looking through that telescope. We are the pirates in search of a treasure chest. We have a map that tells where it is. We are the pirates in search of a treasure chest, looking through that telescope. Magyar hangok. Galambos Péter. Kisvide Dorka. További magyar hangok. Kolmár Lili, Tóth Luca, Tóth Márk, Pál Dani. A szinkront a KEDD megbízásából a Masterfilm Digital készítette.